Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Spiritust, a hetente jelentkező sport, szabadidő és életmód magazinunkat látják. A mai műsorunk apropóját az adta, hogy nemrégiben egy nyílt nap keretében a váciak is megismerkedhettek sok-sok vízi sporttal, és itt áll mellettem Babella Dávid, akinek köszönhetően ez a nyílt nap megvalósult, ugye? Üdvözöllek, és üdvözlöm a nézőket is, és nagyon örülök, hogy végre Vác is büszkélkedhet egy ilyen létesítménnyel, ahol különböző eszközöket tudnak kölcsönözni, illetve vizitúrára jönni velünk. Be is tudnám mutatni itt, amik itt mögött állunk a hajókat, hogy ezeket az eszközökkel tudunk vizitúrázni. Ezek nagyon biztonságos hajók, ezek tengeri kajakok, tehát itt a Dunán abszolút biztonság. A tengeri kajak a Dunán is megállja a helyét. Van belőle egyes és kétszemélyes változat, és amellett, hogy vizitúrázni tudnak jönni és kölcsönözni is tudnak, amellett szabadidősport edzéseket is csinálunk. Ezek a másik eszközökkel, amik már kicsit vékonyabbak, tehát hogyha járnak hozzánk kajakozni, kenuzni, kölcsönözni vagy vizitúrázni, és egy magasabb szintet akarnak ellépni, ahol tudnak edzésre járni, akkor már ezekkel az eszközökkel tudnak jönni. Ha én ide jövök, mint abszolút ismeretlen, egy ilyen tengeri kajakba, ha beülök, Segítek. Mindenkivel úgy fogunk bánni, akiről már tudom, hogy kajakozott vagy kenuzott, annak nyugodt szívvel odaadom a hajót, persze megmondom, hogy melyik irányba menjen, de hogyha idejössz, mint kezdő, laikus, én lemegyek veled a vízre, beraklak a hajóba, elmondom, hogy mit csináljál, nem is engedlek el itt a stégtől, itt fogsz körözgetni, és hogyha azt mondod, hogy oké, meg én is azt látom, hogy rendben van, akkor mehetsz. Szuper. És akkor ez egyessel, kettessel megtehetjük, ugye? Abszolút. És menjünk oda hátrébb, mutatok egy nagyobb eszközt, amivel akár családok is tudnak kirándulni. Ez a kalandor típusú kenu, ez egy 6 személyes kenu. Ezt tulajdonképpen nem lehet ezzel bedőlni, csak hogyha nagyon akarod, akkor tudod beborítani. Tehát ez eleve úgy van tervezve, hogy ez dőlés biztos. Ebből csak ki lehet esni, de inkább ugrálni szoktak belőle a gyerekek, amikor jó idő van. Tehát ebbe már ez 6 pad van benne, 5 pad van benne, és egy ilyen kormányosnak egy kiülő. Hát én is próbálom. Hogyha a kisgyerekek akár kettesével is be tudnak ülni, és biztonsággal tudnak a Dunán ezzel haladni. Azért én simán kipróbálnám, hogy hogyan lehet ezzel bedőlni, de akár akkor is, ebbe... Akár ki is próbáltod, mert most jön egy csoport hozzánk. Egyébként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt a városvezetés segít nekünk, és az iskolákkal kapcsolatban állunk, és egy vízitesi óra keretében le tudnak jönni ide a gyerekek, beregisztrálnak a vízivándor.hu oldalon, a vízitesi óra menüpont alatt, a Dunakanyart válasszák, ott vagyunk mi, és ingyen lejöhetnek a gyerekek, most is fog jönni egy 30 fős osztály, és másfél órás kenuzást tartunk nekik teljesen ingyen. Ez általános, ingyen. Vagy középiskolások? Ez általános iskolások jöhetnek ide. Igen. Tehát tesi óra keretében. Nem, általános és középiskolások. Oké, tehát mindenki jöhet el. Tehát a családoknak ajánljuk, és ide ugye jöhetnek akkor ebbe akár. Picikék is, sőt, most fölhívott egy tanárnéni, nagyon félve, hogy nagyon jönne az osztályával kenuzni, hát mondom, semmi akadálya, csak hogy elsős gyerekek. Mondom, akkor sincs semmi probléma, mert ebbe a hajóba be tudom őket rakni. Nem úgy fogunk elmenni az elsős gyerekekkel, mint egy nyolcadikos vagy egy pedig gimis osztályjal, hanem itt fogunk csak körözgetni a stég mellett, hogy mégis érezzék ők is, hogy milyen belülni egy hajóba. Lehet, hogy csak toljuk őket, de akkor is érezzék át ezt a feelinget. Gondolom, ennek az is a lényege, hogy egy kicsikét megismerkedjenek a sporttal, és hát, ha megszeretik. Abszolút, igen. Beszéltem erről a szabadidősport edzésekről, van egy csoportunk, ez a Tavi Rózsák nevű csoport, ami már nagyon nagy brendje van, és szeretnénk gyerekcsoportot is nyitni a Rózsa Bimbók néven. és akik nem igazán szeretnének versenysportolni, de szeretnének mozogni, nagyon sok ilyen gyerek van, aki nem élvezi a versenyzést, de mégis mozogna, akkor az itt megtalálja a helyét, tehát itt megtanulni kenuzni,
szapozni. Egyébként itt van ez a picike hajó. Ez ebbe, lett a következő. Igen, ebbe raknánk bele a rózsabimbókat, és akkor ebből cseperednének föl, aztán mehetnek a nagyobb hajókkal is később. Tehát akkor ez egy kisgyerekeknek való, ez egy abszolút, abszolút kisgyerekeknek való. Ezzel jót lehet dőlni, nem? Ezzel sem lehet azért beborulni nagyon könnyen. Ebben nincsen kormány, ebben inkább az a baj, nem baj, hanem meg kell tanulni a mozgást. Tehát, hogy húzza a lapátot, ez egyből elfordul, uh-huh. És akkor ezt ügyesen szépen megtanulja majd, hogy kell ezt irányítani. Ebben nem ülök be, mert ez nagyon picike, úgyhogy ezt kihagyom. Na hát akkor jöjjünk itt a cápákhoz. Jönnek a cápák, igen, ezek a szabdeszkák. Hát ennek most nagyon nagy divatja. Nagyon nagy divatja van, igen, nagyon szeretjük is. Ezek bármennyire furcsa, úgy néz ki, mintha ez műanyag lenne, de ez felfújható deszka. Tehát ez olyan keményre fel lehet fújni, mintha egy műanyag deszkát éreznénk. Hát most ebben a szélben nem ajánlanám ezt a szapozást, de egyébként, hogyha nincs ilyen szél és napsütés van, akkor nyugodtan el lehet vinni ezeket az eszközöket is. Ezekre gondolom ilyen különleges technika, vagy ez is tanítani kell, vagy ez is, úgy magától úgy jön, hogy... Hát magától, aki azért nem próbálta még, mindenkinek segítünk, hogy uh-huh. hogy kell ezt csinálni, tehát inkább azt javasoljuk, hogy mondják el az igazat, hogy ők már kenúztak vagy szapoztak, és akkor ha nincs benne gyakorlat, akkor lemegyünk és segítünk nekik. Olyanra is van lehetőség, akik már úgymond profik, vagyis hogy már vízitúráztak, viszont nem akarnak túravezetőt, akkor olyan lehetőség is van, hogy akár ilyen nagy kenukat vagy kajakokat fölviszünk Verőce, Nagy Maros, Zebegény, ott lerakjuk, átadjuk a hajókat, és szépen ide visszahozzák. Uh-huh. Tehát akkor nem megy velük kísérő, hanem saját maguktól úgy bérlik ki a hajót, hogy nem itt bérlik ki, hanem följebb, igazából fönti rész, ami nagyon szép, ez a visegrádi uh-huh. várat el kell uzni, azért az egy gyönyörű rész. A mi túráink, ez Zebegény, Vác, ami nagyon bevált, de akár egyedül is elmehetnek, ha tényleg... Kicsit ilyen csapatépítő jelleggel is lehet ezt, tudják kívánni ezeket a... Abszolút, csapatépítő programokat is szervezünk, illetve gyerektáborokat, uh-huh. napközis táborokat. Na nézzük végig még ezeket a hajókat, aztán utána akkor ezt a sok-sok mindent még megbeszéljük, amit még szerveztek. Akkor ők a tengeriek? Tehát ők a tengeri kajakok, ez a páros változata, tehát hogyha valaki lejön a barátnőjével, akkor szépen el tudja vinni a hölgyet. Ide be lehet, vannak ilyen rekeszei, amibe lehet rakni. Ez nem teljesen vízhatlan, azért szoktuk javasolni egy vízhatlan zsákot is, de ide be lehet pakolni ebbe a rekeszbe elég sok mindent. Tehát, hogyha átmennek piknikezni a túloldalra, akkor azért ebbe át lehet vinni a dolgokat. Ezzel tudnak menni ketten. Hogyha egyedül szeretnének menni, akkor az egyes változata is létezik. Ez is ugyanolyan stabil tulajdonképpen, mint a páros, és ez olyan anyagból van, hogy ezzel a sóderre ki tudnak futni. Uh-huh. Tehát ez igazából ilyen törhetetlen műanyag. A következő lépcsőfok, akkor már átérünk a szabadidősportra, amik már látod is, hogy azért itt már egy kicsit keskenyedett a forma. Ebbe már csak azok tudnak menni, akik tényleg tapasztaltak, akik már tényleg járnak edzésre. Egy éves ilyen tengeri kajakozás után már azt mondom, hogy át tud ülni, uh-huh. sőt már van is itt a tavirózsákban olyan, aki átült ebbe, igen, és ebbe tud menni. A túra kajaknak a másik változata az ez a fehér, ez már üvegszálas, ez egy kicsit merevebb hajó, tulajdonképpen biztonságtechnikailag ugyanolyan, mint a kék, csak egy kicsit gyorsabban tud menni, mivel merevebb a hajó. Most ugye mi a szabadidősportról beszélünk, de azért vannak itt profi versenyzők. Abszolút, is, igen, mi a Karakán Egyesülethez tartozunk, uh-huh. úgymond a víziturisztikai résznek ez a Váci Csónakház, és ezen belül van a Tavirózsák szabadidő csoport, de nagyrészt igen, persze versenyzők vannak itt, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy ilyen szép eredményeket érnek el, és örülünk, hogy itt lehetünk mellettük. Akkor ti vagytok a kicsit az utánpótlás, meg azok, akik csak úgy keftelésből... Nem utánpótlás, hanem inkább a keftelés. Mi vagyunk a móka része ennek az egésznek. ők a hajtó ereje a sportágnak, mi csak a mókázás és a tényleg a pihenés, szabadidő.
Hogyha valaki most kedvet kap arra, hogy leugorjon mondjuk egy szapozásra vagy egy kajakra, akkor hogyan tudja ezt megtenni? Ide jön, megkeres? Vagy? Ide jön, megkeres, vagy éppen mi túrán vagyunk, mert elég sok túrát szervezünk, akkor kint a telefonszámunk megtalálható, és akkor fölhív minket, és akkor jövünk, és adjuk neki az eszközt, amit szeretne. Megbeszélés kérdése. Gondolom az iskolások ugyanígy, tehát amit mondtál, azon kell regisztrálniuk, azon a... Az iskolások pedig, igen, ez a vizitesi óra, ez úgy zajlik, hogy a vízivándor.hu oldalon a vizitesi óra menüpontot választják, ott kiválasztják a Dunakanyar régiót, ahol minket találnak meg, és úgy be kell regisztrálni az összes gyereket. Pontosan ennek a menetét, ezt majd látja azt a tanára, hogy azt ott, hogy mit kell csinálni, és akkor fölhívnak engem, megbeszéljük az időpontot. Vannak időpontok is, amik fix időpontok vannak, de mindig szoktam mondani, hogyha nem találnak időpontot, mert már betelt, akkor hívjanak föl, mert akkor még szorítunk egy időpontot, és el tudnak jönni hozzánk. Terveztek még valamilyen új eszközt, vagy most már itt minden megvan, amit szerettetek volna? Mindig jó, ha van új eszköz, de ezekkel az eszközökkel már tudunk dolgozni, ki tudjuk szolgálni a közönséget, és várjuk, hogy jöjjenek, és jól érezzék magukat. Említetted a nyarat, hogy ilyen nyári táborokat szerveztek, ez az első lesz, vagy volt már nyári táborotok? Volt már nyári táborunk, nem itt, de csináltunk persze nyári táborokat, most lesz nyári tábor. Korosztály? Bármilyen korosztálynak, és még amit büszkeséggel mondanék, és nagyon szeretem csinálni, mozgássérült gyerekeknek is csinálunk tábort, és mozgássérült gyerekek is járnak hozzánk kenúzni már több éve. Nekik valamilyen speciális kenúra van szükség? Nem, vagy? Nem? Semmi speciális kenúra, ugyanúgy tudnak menni mindennel, és nagyon-nagyon hálás gyerekek ők. Akkor elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen Vácon bárki jöhet, ugye? Bárki tehát semmi olyan nincs, ami... Semmi akadálya nincsen. Csak az időjárás, hogyha nincs ilyen szél, akkor igazából bármikor jöhetne. Ha táboroztok és mondjuk rossz az idő, akkor mit tudtok kezdeni a gyerekekkel? Szerencsére itt ez a komplexum azért ad egy pár lehetőséget arra, hogy el tudjunk itt szórakozni, mert az épület mögött van egy focipálya, meg egy kinti edzőpálya, ott is le tudjuk terhelni a gyerekeket, meg azért van egy-két ötletem, hogy mivel lehet leterhelni, tehát itt azért vannak lehetőségek. Hány tábort szerveztek idén? Idén egy a 4-5 tábort. Július, augusztus? Igen. Ezek és ezt is ugyanúgy tudnak a szülők jelentkezni, igen, ugye? Igen, bejelentkeznek nálatok. Igen. Most, hogy elmondtuk az összes vízi eszközt, amit itt látunk, ezen kívül még milyen sportolási lehetőség? Van nekünk egy komplex túránk, ami úgy áll össze, hogy vannak biciklijeink, és akár biciklivel is lehet fölmenni Nagymarosig, Zebegényig, vagy akár Szobig is, és akkor fölvisszük mi a hajókat, a tárcának a kenukba, vagy kajakokba, és lefele pedig a Dunán jönnek. Tehát fölfele bicikli, lefele pedig valamilyen vízi eszköz. Itt hány fő az, aki biztonsággal lehet? Hát a kenuzásban igazából 30-40 fős csoportok vannak. A biciklibe korlátozás van, hogy 15 biciklink van, tehát 15-en tudnak jönni ilyen túrára. Említettél másfajta túrát is, hegyi túrát? Igen, hogyha már nem tudunk vízre menni, tehát hogyha már kifutunk a szezonból, akkor gyalogtúrákat is szervezünk, sítúrákban is gondolkodunk, és elkezdtünk viaferrátázni, ami ilyen hegymászos feeling. És ezeket a hegyi túrákat hova szervezitek? A gyalogtúrákat azt elsősorban Magyarországra, a Naszájban, vagy pedig a Hideghegy, ami nagyon bevált, a Viaferrátát pedig Szlovákiába megyünk, és ott űzzük ezt a sportot. Vízre mikortól? Március, április, május? Meddig? Hát ez most már nem tudjuk ezt meghatározni, hiszen úgy változik az időjárás, de ahogy már azt látjuk, hogy jó idő van, akkor már visszük is le a hajót, és mehetünk. Hát akkor úgy látom, hogy tényleg, aki ide jön hozzátok, az mindig megtalálja azt a lehetőséget, hogy valamilyen jó kis szabadidős programon. Ha nem is tudja, akkor segítünk neki. Részt vegyen, úgyhogy én tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy jöjjön ide le a csónakházba, nézzen körül, vagy biciklivel, vagy gyalogtúrával, vagy ezzel a sok-sok vízi eszközzel, száppal, kajakkal, bármivel mehetnek, ugye? Abszolút, jöjjenek és próbálják ki. Akkor köszönöm kedves nézőinknek a mai műsort, köszönöm, hogy megnéztek bennünket, és jövő héten ugyanebben az időpontban újra találkozunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!
Figyeljetek egy picit! A lapátot úgy fogjuk, hogy a felső kezünkkel, egy ilyen felső madárfogással fogod meg ezt a mankót. Jó? Alul pedig egy ilyen 2-3 kéznyi távolságra fogod a lapátot. Jó? Tehát ne csúszom be így a kezed, hanem egy picit így szétfogod a lapátot. Bent ülsz a hajóban, és előre nyúlsz, és húzod a lapátot, de amikor már melléd ér, akkor már kiveheted, és akkor szépen ezzel a mozdulattal megyünk. Természetesen úgy megyünk, hogy aki itt jobb oldalt van, a mögötte lévő, az pedig bal oldalt fog evezni. Jó? Ezek a hajók elég stabilak, viszont nem szabad benne fölállni és táncolni benne, mert akkor azért ki lehet belőle esni. Jó? Tehát vannak szabályai, amit be kell tartani. Ülünk szépen, beülünk középre, és a kormányos meg a kint fog ülni azon a hátsó részen. Ő érzi azt, hogy mennyire van balanszban a hajó, és ő a kapitány, ő fogja megmondani, hogy ki merre üljön, és hogy egyenesen legyen a hajó. Az a lényeg, hogy mindig egyszerre húzzatok, mert akkor nem billeg a hajó, hogyha egyszerre húztok, akkor megy jól a hajó, akkor siklik, oké? Okay?